Köszöntöm a kedves nézőt! Mai vendégem Vértes György, a kiváló rockfotós, képszerkesztő, és minden, ami a fotózáshoz kapcsolódik, annak kiváló szakembere. Szia, Gyuri! Szia! Meg kell, hogy kérdezzem, mert lehet, hogy csak én nem tudom ebben az országban. Te miért lettél, és miért vagy tojás? Már többször elmondtam, állítólag úgy emlékszem, hogy a faterom, mikor így kisgyerek otthon, akkor így elejtett egy ilyen mondatot, hogy milyen tojásfeje van ennek a gyereknek, és akkor ez így valahogy később is rám ragadt valami, nem tudom, valaki ezt hallotta, vagy nem tudom, és már a gimibe is, meg mindenhol így hívtak, aztán a szakmába is így elterjedt a tojás, aztán, de hát valaki Gyurinak hív, de általában tojás. Én világéletemben Gyurinak hívtam, igen, pedig már nem három napja ismerjük egymást. Igen. Én egy tojást ismerek ebben a szakmában, a Szervánszky Attila. Ő volt a nagy tojás, a DJ, a kis tojás. DJ-k tojása. Szóval lényeg a dolog van az, hogy nem is foglalkozom már ezzel a névvel. Még azért szólítanak így a régi haverok? Né? Hogy az Istenben, persze. Igen? Persze. Ez abszolút egy olyan beszélév, ami teljesen rám ragadt, tehát a szakmában is, és egyébként. És aztán vannak mondjuk közelebbi ismerősök, akik Gyurinak hívnak, de egyébként nincs jelentősége, mind a kettőre hallgatok. Ez a lényeg a dologban. Mikor vettél először fényképezőgépet a kezedbe? És milyen meggondolásból? Mert azért az sem mindegy. Először csak teljesen ilyen. A faterom az fotózgatott, és akkor volt egy Rolleiflex nevű fényképezőgép, nagyon nagy dolog volt, és akkor azzal fényképezgettem, de gyakorlatilag a gimibe dőlt el, hogy a jogi egyetemről például ugye elküldtek a szüleim, hogy hát egyetemet volt, kell végezni. 70-es években divatos volt, hogy ugye, vagy jogász legyen gyerek, vagy orvos, tehát legyen egy szakmája. Apám mondta mindig, hogy a hülye gyerekekből nem fogsz megélni, ezt később mondta. Hát nem így lett, de hála Istennek. A hülye gyereket azt ugye... A rockzenére gondoltam. Igen, a rockzene, popzene. Egyébként tűrte, amikor hallgattam nagyon hangosan. Na mindegy, és akkor tulajdonképpen ott döntöttük el hárman, hogy megpróbáljuk, ugye a gimnázium után lehetett a Práter utcai ilyen ipari iskolában volt ez. De olyan ipari iskola volt, hogy érettségűvel kellett, stb. Két év, egy év ott bent, és akkor egy év pedig én alapkiadó laborba kerültem, hála Istennek a Magyarország krémje, fotósok ott voltak. Féner, Korni és Hemző, tehát a legnagyobbak tényleg, és azoktól nagyon-nagyon lehetett tanulni. Milyen volt az első géped? Mi volt az első géped, amin már dolgoztál? Az egy praktika. Praktika? NDK. Fényképezőgép, nagyon jó gép volt. Neked pajtásod meg ilyenek nem is voltak? Nem, Te akkor máig nem éltél, vagy pedig nagyon kisgyerek voltál? Nem, én pajtásra fotózott. Sajnos éltem. Nem volt soha. Én egyébként őszintén megmondom neked, hogy gyerekkoromban engem nem foglalkoztatott a fényképezés, tehát inkább focizás, gimiben már inkább a csajozás, meg ilyen. Szóval nem különösebben érdekelt a fényképezés úgy, hogy most nem is gondoltam rá, hogy én belőlem valaha is fotós, vagy fényképész, vagy fotográfus, vagy bármi lesz. Ez később derült, mondom, ott ki az iskolába, és akkor később kiderült, hogy a keletével lett a mentorom, és akkor ő mondta, hogy milyen tehetséges ez a fiú, és hogy érdemes vele foglalkozni, és ő átadott a Kornisnak, stb. Ez hosszú történet. És akkor ennyi. Miből áll egy fotósnak a tehetsége? Tehát mit kell ahhoz tudni? Tehát mi az, amit meg lehet tanulni, és mi az, amit nem lehet megtanulni? Mert ez is azt hiszem egy olyan szakma, hogy vannak részei, amiket meg lehet tanulni, és vannak részei, amik ha nincsenek benned, akkor nem történik semmi. Lehet, hogy most nagyképű leszek. Én azt szoktam mondani, és ugye volt időszak, amikor iparművészetén ilyen előadásokat kellett tartani, vagy megfelkértek, és akkor azt mondtam, hogy a feje nem arra való, hogy tartsa a gépet, hanem gondolkozz vele. És ez az egyik. Tehát magyarul egy bizonyos, nem kell atomtudósnak lenni hozzá egyáltalán, de egy bizonyos kompozíciós érzék,
gondolkozni, ha mondjuk, ugye én fotóriporter vagyok alapvetően, igen. Tehát egy kompozíciós készség mindenképpen kell, nagyon jó, hát az én esetemben főleg egy jó ütemérzékkel, mondjuk egy koncertkép elkészítéséhez, ugyanúgy, mint egy sportosnak vagy bárkinek, tehát az nagyon kell, elkapni a pillanatot, és a másik, hogy közel kerülni, hogyha mondjuk portréről vagy egyébről, tehát az én fő csapás irányomról, mondjuk, hogyha most a pop rockzenéről vagy színészekről, ilyenekről beszélünk, a kapcsolatteremtés. Az a legfontosabb. Uh-huh. Tehát én rólad, és csináltunk egy-két dolgot egy együtt, ha mi nem ismerjük egymást, ugye beszélgettünk annak idején, emlékszem, zenéről, főleg az már például, hogyha valaki zenével foglalkozik, nekünk rokon szakmánk van, igen, gyakorlatilag, igen. Mert te is a zenéből élsz, vagy éltél, és vagy, tehát hogy mondjam, a zene, ugye nekem is szerves része az életemnek. Tehát anélkül nem is tudtam volna ilyen jó dolgokat csinálni, vagy olyanokat, bocsánat, ez nagyképű volt, olyan nem, dolgokat csinálni. Jó dolgokat. Én viszont mondhatom. Tehát jó, akkor maradjunk annyiban, hogy nem tudtam volna olyan dolgokat csinálni, hogyha nem lett volna meg az a kapcsolatom. Vagy például a Ródokkal levő kapcsolat. És akkor itt már áttértünk a főcsapás irányomra. De egyébként ugyanígy volt mondjuk a Szabó Istvántól kezdve bárkit, akit fényképeztem, vagy a Fábri Zoltánnal. Tehát úgy nem lehet, hogy oda rohanok, puff. És már olyan sajnos a mai világban ez van, mert ugye fölgyorsult a bulvár, fölgyorsult minden, és már nincs idejük. Van egy-két lap, ahol nagyon jó képeket csinál, de van, ahol látom, hogy csak gyorsan. Egy dehonestáló kép és egy szép kép. Ez mindig így működik. Ez érdekes. Ez érdekes. Nekem volt egy kollégám, Bolyás Sándornak hívták, egy öreg férfi ember volt, fotós ember volt, és nem volt egy tigris a fotózásban, de ő a Horthy rendszerbe fényképezett, és ő megélt a Kádár rendszerbe is, mert mindig két kockát csinált. Megcsinálta a Horthyt, mint hőst, vagy nevezzük bárminek, és megcsinálta az ellentétét is. És ő később ebből rengeteget tudott profitálni és kaszálni. Nem tudom, érthető, hogy mit abszolút. Mondtam. Két végletet csinálta. Igen, tehát megcsinálta, és ez óriási. Ugye Bob Dylannek volt egy adása, hogy a gitárról, vagy talán lehet, hogy nem ő mondta, talán a Woody Guthrie, valamelyik nagy folk énekes mondta, hogy a gitárról. A fotóval is ölni lehet. Tehát nem szó szerint természetesen, de... De közelít. Igen. Igen. Mennyit változott a fotózásnak a technikája? Hát régen ugye papírképekre készültek a fotók, és ott azért nagyon oda kellett figyelni, mert a nyersanyag baromi drága volt. Ma pedig hát minden más már. Hát nézd, ez egészen megváltozott a fotós világ. Ugye mi... Papírképek már nincsenek is gyakorlatilag. Hát papírképek úgy vannak, hogy ugye az ember beszkenneli a régi negatívjait, és akkor azokból csinál úgynevezett nyomatokat. Tehát már épp a múltkor kértek tőlem egy képet, hogy eredetibe kéne, és hogy a filmről, és mondtam, hogy hát már nincs ember, aki laborával, legalábbis én nem ismerek. Biztos, hogy még vannak, akik maguknak még vannak olyan, akik, tehát az analóg most megint kezd visszajönni, de hát az ugyanúgy, mint a ugye, de annyira nem erősen mondjuk, mint a lemezeknél, hogy mindenki analóg lemezeket gyűjt be, és ilyen horrorisztikus árakat fizetnek. Most igen, na ja, vinil megint baromi divattá kezdett. Na most ez nem annyira nem terjedt el, de az analóg fotózás az most visszajött megint. Hát rengeteg pénzbe kerül, ugyanúgy, ahogy a vinil, és én nem találom nagy értelmét. Viszont annak sem látom sok értelmét, hogy valaki 300 kockát ellő egy koncerten, és akkor most... Hát először is abban a 300 kockából megtalálni azt az egyet vagy kettőt, az iszonyatos melót. Plusz munkát csinál magának. Igen. Hogyha az ember nagyon belejön ebbe a dologba, mondjuk a koncertfotózásnál maradunk, akkor, és ehhez kell egy bizonyos gyakorlat, tehát ez kell, jó pár év kell ahhoz, akkor már tudod, hogy melyik lesz a kép.
Tehát, hogy már amikor elkattintod, akkor már utána csak azon izgulsz, hogy az izgultam, hogy a laboráns nehogy elszúrja. Igen. Tehát nagyjából ez így működik, és ez bármit mondok neved nagy képviségnek, hanem ezek csak tényleg tények. Tehát a gyakorlat az nagyon sokat jelent ebbe. Tehát, hogy hova állsz, amikor megnézed a mikrofonállásokat, hova állsz, stb. Tehát fel kell készülnöd arra, hogy fotózni fogsz. A zenekari fotózásnál, vagy mondjuk, hogy amit rólad csináltam, mondjuk lemezborítót, ott például nagyon fontos, amiről ezelőtt beszéltem, az, hogy jó kapcsolatot teremteni, szimpatikusra legyek. Én egyébként meg kell mondjam, hogy mindenkivel baráti viszonyban voltam, te ezt tudod. Én nem voltam az az ember, akit, vagy az a fotós, akit mondjuk kellemetlen fotósként talált volna bárki is. Mindig tudták, hogy valami lesz. Egy-két esetben volt, amikor nem sikerült úgy, megismételtük, hogy... Hát belefér, hát persze. Ugye mindenki szép akar lenni, mindenki jól akar kinézni, az egyértelmű. Van, amikor sikerül, van, amikor nem, úgyhogy nem csak a fotóson múlik ez, hogy... Persze, hát ez egy nagyon szoros kapcsolat, és inkább akkor az ember több kockát ellő, stb. Aztán van, amikor beugrik, és akkor... Már tudod, hogy mit kell csinálni. Nagyon kevesen emlékeznek már talán arra az újságra, aminek a neve Tükör volt. Igen. Te ott fotóztál, te ott fotós voltál. Én ott kezdtem az Új Tükörnél. Új Tükörnél kezdted a... Igen. Ilyenkor egy újságnál azt mondják, hogy menjél ki, mit tudom én, egy gyáravatóra, vagy menjél ki egy koncertre, és ott készíts fotókat, vagy pedig jobban megnevezik azt a témát, amit várnak tőled a fotódon. Hát figyelj, az Új Tükörnél azért meg kell mondjam őszintén, hogy talán 20-21 éves voltam, akkor azért még ez a bizonyos, lehet, hogy az intelligencia rossz szó rá, de tehát nem annyi voltam annyira tudatos. Uh-huh. Akkor inkább, de mindig meg kellett fogni, tehát egy képet mindig le kellett tenni, és ugye ezt mesélték, hogy például a Fénert Tamásnak volt egy olyan szokása, hogyha valaki már elkezdte magyarázni a képet, akkor egy kólát kellett fizetnie. Diner Tamé? Nem, a Fénert Tamás. Fénert. Tehát, hogy, mert ő ugye sok helyen volt képszerkesztő, és talán a Kurírban vagy a Képes Hétnél mondta, hogy ha már valaki öt mondatot el kell mondani, hogy ez azért olyan, akkor az már nem. Szóval a kép az olyan, hogy abban vagy mindennek elmondja. Benne kell lenni. Igen. És ez ugye ehhez gyakorlat kell, de egy jó fotoriporter az, hogyha meglátja a témát és jól lekattintja a gépet, akkor abban benne kell lenni annak, amit te ki akarsz fejezni, vagy amit a újság kíván, vagy amit esetleg a megrendelő kíván. Tehát ez egy elég bonyolult szakma. Aztán volt a Pesti műsor. Hát az igen, az egy szép korszak volt. Az egy szép korszak, nagyon sokat fotóztál a Pesti műsornak. Igen, hát ott jött nálam be ez a színész, zenész, stb. Uh-huh. Tehát ott kattam be ezt, hogy ez nekem jól megy. A színházi fotózás, stb. Az is nehéz. Egyébként nagyon nehéz. Színházi fotózás? A színházi fotózás nehéz, de hogyha jó a darab, ha a dinamika van benne, ugyanúgy, ahogy a rock'n'roll koncerteken, akkor jó. Hogyha uncsi, akkor kevésbé, de akkor is meg kell csinálni a képet. A lényeg ebben a szakmában az, hogy egy képet minimum, ha sorozat, akkor hármat, négyet, ötöt, hatot, annál több nincs, le kell tenni az asztalra. Tehát nincs mese. Mindig van egy főnök, aki ki fogja szúrni azt, hogy... Én voltam képszerkesztő, és tudom, hogy nagyon nehéz. Ajaj. De meg tudták csinálni. Fiatal srácok meg tudták csinálni a Bricknél. Ez a színház esetében úgy nézett ki, hogy elmentem, megnézted a darabot fényképezőgép nélkül, és utána a következő alkalommal, amikor elmentél? Főpróbán. Ha volt sanszod rá, akkor megismételtek egy jelenetet, vagy esetleg két próba volt, akkor az egyiket úgy megnézegetted, és akkor, de általában azért ezt... Ez élesbe ment. Igen. Hát az a legnehezebb. Hát igen, de hogyha van egy jó karakter egy darabban, akkor már nem annyira ciki. Tehát mindent meg lehet csinálni, csak mondom, ez érzékel hozzá. Én azt tudom, hogy a fotósoknak, akik jók, azoknak a 90%-ának van egy olyan érzéke, ami egyrészt gyakorlat, másrészt pedig valahogy jön. Nem tudom, hogy mitől jön az, hogy valaki valamit
jó dolgot meg tud ez csinálni. A szakmának az a része, amit nem lehet megtanítani. Nem. Ez vagy benned van, vagy nincs igen. benned. Igen. És attól vagy jó leszel, vagy pedig közepes leszel. Igen, igen. Hát ez a komponálni meg lehet tanulni, mert az egyértelmű, hogy ne lógjon be valami, stb. Tehát ilyeneket meg lehet. De az, hogy valaki egy gyönyörű képet csináljon, hát vannak erre példák, akik fantasztikus dolgokat csinálnak egészen más műfajban, vagy minden műfajban, például a Kaiser Otto, aki mindig ámulok, hogy milyen szép dolgokat csinál, ugyanakkor meg tud csinálni egy fantasztikus presszerportrét is. Tehát így, azért vannak, és hála Istennek, hogy és nem a digitál technika miatt. A retusálás, meg ezek a többi dolog, ez már más kérdés, más a Photoshop, az ott nagyon szép dolgokat lehet csinálni, az is elismert. Én számomra elismert. Ugyanúgy, ahogy például a beállított riport is van. Nekem van egy rövid sztori, elmesélem, hogy annak idején kocsival mentem, még építették a Erzsébet hídnál, ott valami támfalat, vagy nem tudom mit, betonból, és a március volt hűvös, és ott feküdtek félmeztelenül a melósok, és így hanyat fekve rajta a meleg betonra, és napoztak. És mire oda rohantam volna a géppel, addigra befejezték, és elkezdtek dolgozni. És könyörögtem nekik, hogy csináljuk meg újra. Uh-huh. Itt van az olimpia söröző szembe, meghívom mindegyiket a mele után, így visszajövök egy sörre, csak csinálják meg. És akkor megcsinál. És óriási lett. Ez is belefér. Hát minden belefér. Az a lényeg, hogy az olvasó, aki látja, az vagy egy jót röhögjön rajta, vagy esetleg elgondolkozol rajta, vagy valami. Magyar Ifjúság, Ifjúsági Magazin, ezek nagyon fontos újságok voltak annak idén, a rossz zene miatt is többek igen. között, meg hát az ifjúságnak szóló cikkek, mindenféle egyéb fontos dolog benne volt, ami miatt vette és olvasta és nézte mindenki. Igen. Ott is fotóztál. Hát én úgy fotóztam ott, hogy általában elkértek képeket, mert például volt a Fekete Bárányok, az nekem már nincs meg, de például a Facebookon mindig a Rock Múzeum oldalon említik, hogy és föl is tették azt a képet, ami nekem egyébként nincs meg, mert azt az újság elkérte. Általában inkább így lenyúlták a képeket, de nem úgy, ahogy most, hogy ellopják, hanem úgy, hogy elkérték, ennyi ki is fizették. Igen, és akkor tőle 3 vagy 4 fekete pont, mondjuk a Fekete Bárány jutott eszembe, de nagyon sok ilyen volt, ami ilyen, tudod, volt azok a kettős oldali poszterek, és igen, azok, igen. Az rengeteg ilyen volt annak idején, amit csináltam. Most már máshogy csinálják, most már simán ellopják. Most már csak egyszerűen ellopják. Persze. De honnan tudja? Persze, fönt van az interneten. Ha fönt van az interneten, és mondjuk weblap, akkor nyugodtan. Ha nem, akkor kicsi méret, tehát akkor nem tudja, de hát, tudnék mesélni. A Rock Múzeumot említetted, ott valóban van egy pár remek fotód, nekem az egyik kedvencem a P-mobil. Ja, és a presszerék, a LGT Trabantja. Igen. Ez a két kedvenc képem, ezt próbáljad leírni, hogy miről is beszélek én. Hát igen. Aki egy, igen. A P-mobil fotó az úgy készült, a Schuster Lóránt, amikor még jó fej volt, hozzáteszem, és ővel nagyon sokat dolgoztunk, és nagyon jó ötleteket találtunk ki. Ott az volt az ötlet, hogy kimentünk a Csepeli papírgyárba, és a Tunyogi Péter, akire nem hitték, hogy a Bikidát fogja tudni helyettesíteni, és tudta. Mindenki mondta, hogy be fog rekedni a harmadik szállás. Nem. De ettől függetlenül az mindentől függetlenül fantasztikus volt. És a Pétert bevették a zenekarba, és akkor kitalálta azt a Lóri, hogy menjünk a Csepeli papírgyárba, és akkor az úgy nézett ki, mint egy börtön, és akkor gondoltam, hogy úgy legyen, hogy vezetik ki, mint egy ilyen a börtönből, és akkor ilyen balonkabátos ürgék ott álltak. Ez egy sztoris kép volt. Az LGT Trabantos, az egyébként ez a kép, ez mindenkinek az egyik kedvenc képe, ez a P-mobil, nem tudom, hogy miért. Egyébként jó a kép, tényleg nagyon jó, és hát ha belegondolok, ez a 70, nem 80 körül készült, vagy talán 70. De várjál, van egy másik P-mobil kép is, amikor csak a fejek lógnak ki a földből. Igen, az a Babolcsai néni, az egy kicsit később készült. Igen.
Hát az is egy fantasztikus dolog volt, mert ott tényleg be lettek ásva. Ott ki lettek ásva, ki lett ásva. És... Még mondtam a Lóránnak a végén, hogy hát jó nagy parasztok voltunk azért, hogy ezt megcsináltuk. Mondjuk 10 perc alatt elkészült, de képzeld el, hogy egy nejlonzacskóba, egy nagy nejlonzacskóba a ródok beásták őket a földbe, akkor még ott a káposztákat elrendezni, kutya, hát aki ismeri a lemezt, azt tudja, hogy... És ők frankon be voltak ágyazva, tehát illetve ásva, és sose felejtem el, hogy annyira gyorsan kellett megcsinálni, és olyan szerencsém volt, hogy a kutya is belenézett a kamerába, hát, a Lóri az ott állt hátul, mint egy Babolcsai néni, és ezek meg ott szerencsétlenek benne a földbe, hát komolyan mondom, hogy ilyen... Hihetetlen jó fotó. Hihetetlen. Igen, az nagyon bejött, hát sajnos nem lett első borító valami miatt, egy grafika lett az elején, de teljesen mindegy. Az a csúcs. Hát az egyik, igen. Még és a másik nem. Pedig az LGT. Az LGT Trabant, az a Somlónak volt egy Trabantja, még a Jánoska, Solti Jánoska mondta, hogy ez a valamilyen hadászati, vagy nem tudom milyen Trabant volt, amit a, és akkor ott az volt a poén, amit én így kitaláltam, ugye beültek a Somló vezetet, és megfordítottam jobb oldal kormányosra. Ez saját ötlet volt, és akkor mindenki nézte, hogy fordítva tetted be a negatívot. Hát nem vették a lapot, de hát mit csináljak? Hát, de viccet meg kell magyarázni, akkor az nagy gáz. Még egy ilyen, ami ilyen mámoros éjszakán jutott eszembe, az a gyertyákborító volt, amikor ugye az emberek ott égtek, ugye mindenki mondta, hogy hát egy kicsit Deep Purple-ös, a Burn lemezre hajaz. Hát mondtam, hogy nem, mert ott gyertyák vannak tényleg, itt nincsenek gyertyák, csak lángok, és itt az emberek égnek, mondjuk rá. És a hátán valamelyik ilyen, tényleg ilyen hajnalban mentem haza kicsit, és akkor mondom, hogy mi lenne, hogyha motorgyertyák lennének hátul, és akkor ráírnánk a nevet. Uh-huh. És ez akkor átütött, hogy csudna. Igen. És akkor még volt egy olyan lehetőség, amit én harcoltam ott ki, pedig nem volt előtte, hogy egy belső borítót is lehetett csinálni, és a Rózsinak volt egy nagyon rozog a pincéje, baromi kicsi, és ott tényleg ott próbáltak is. És akkor ott beállítottam őket, én nagyon szűkbe, és még az volt a vicces, hogy ilyen viaszok voltak valami miatt, a falról így lógtak le, és akkor ez volt az első olyan magyar hanglemez, amiben volt egy belső borító, ha jól tudom, ez volt az első. Azt még nagyon szeretem. Igen, ez tényleg. A kell kreativitás is, amikor már borítót csinálod, akkor nagyon, nagyon oda kell figyelni, hogy visszaad azt a hangulatot. Ezért nem szeretem a CD-ket, és ezért szeretem a vinil lemezeket, mert az kinyitod, és... Megszagolod. Feléled a lemez. Egyszerűen élet kerül a lemezbe, amikor a borítót nézed. Igen, mert az 30x30 centi, ez meg... De én megszagoltam gyerekkorom. Az amerikai lemezeknek más illatuk volt. Más volt az illatuk. Hát te neked nem kell mondjam, mert te lemez lovas vagy. Igen. De én meg lemez burnyák vagyok, tehát érted, ez hihetetlen. Kinyitottad. És végigment a lemez, és mindent elolvastál, amit tudtál, persze fogalmam sincs róla, akkor még nem tudtam angolul, tehát fogalmam sem volt róla, de a szöveget, a producert, a izét, azt se tudtuk, hogy a producer az mit csinál, mert azt hittük, hogy a producer a producer. Szóval kiderült, hogy ő volt a agy. Most is azt nézem mindig, hogy ki a producer. Láttam egy fotót, amin a Dinner Tomival vagy együtt. Igen, hát ő egy legenda már, tehát ő, hát ő mindent megcsinált, amit lehetett ebbe a szakmába, tényleg rosszat is, jót is, de csak inkább jót. És hát ő, nekem vele az a szerencsém, ha igazak a hírek, hogy ő minden negatívját valahol a sok költözködésben ott hagyta valahol. Tehát magyarul neki nem maradt. Nem maradt sem. Együtt a valami mennyi megmaradt, gyönyörű a gépek, amik egyébként a Rokkuzomba kint vannak, a fotói. Hát ő nagyon, hát ő tényleg egy legenda. És hát szegény Husit Jancsi, akinek egyébként most a kiállításomat, ami van, ezt neki ajánlottam, ő volt még egy ilyen nagy, hogy úgy mondjam, pop-rock fotós. Nagyon sok dolgot csinált, nagyon jó dolgot csinált, például az utazás, lemezborító, stb. Tehát ő is egy fantasztikus, jó ember volt. És a Tomi is, hát egy végtelenül kedves, én nagyon szeretem őt. Hol van most kiállításod? Budakalászon, ez egy érdekes, már elmeséltem, de elmesélem még egyszer. Ez
Ez egy ilyen Guinness rekordos történet, vagy legalábbis hát hajaz, mert ugye nekem ez volt 2020-ban. Ugyan más képeken, mert most csak magyar van, 80 magyar kép, tehát úgy is hirdetjük, hogy a magyarok történet, tehát ez kicsi hazugság, mert nem az egész történet, hanem mondjuk 1997-től 2017-ig. De a Covid miatt másnap bezárt. Tehát volt egy óriási megnyitó, Sándor Palika beszél, a filmrendező, James gitározott egy-két LGT dalt, tehát így minden így összejött. És de voltak legalább 80 vagy 100-an, még csodálkoztam, hogy ennyi embert így bevonz. És másnap közölt a nagyon kedves igazgató Benko Attila, hogy vége. Bezártuk. Még el se kezdődött. Akkor jött a zárás. Másnap vagy harmadnap. Úgyhogy hát azok láttak, akik ott voltak, és akkor most újra így megkerestük egymást, vagy megkerestek, és akkor mondtam, hogy jó, de hát ne legyen ugyanaz, hanem akkor csináljunk egy olyat, hogy összeszedtem az összes olyan képet, ami eddig még nem nagyon volt látható, stb. És akkor most 80 képet kiraktunk. Kisebb méretben ugyan, de nagyon látványos. És, és jó, és a Müller Péter Szijjámi nyitotta meg, hát zseniálisan. Én egy kicsit sokat pofáztam meg minden, de jól sikerült. És csak mai napig látható. És márciusig látható, március végéig. Az, aki Budakalászra kell. Budakalász Kóskároly Művelődési Ház. Tehát érdemes elmenni. Hát nincs messze, hogyha kocsival van, akkor egyáltalán egyébként a hív ott. Hív is pillanatokat odaér. Dolgozol most valamint, Gyuri? Pillanatilag így rendezgetem a dolgaimat, meg most úgy különösebben nincs munka, de ha valami, akkor megcsinálom. Sok a fiatal zenekar, és inkább a fiatalokhoz vonzódnak, nem mint hogyha nem tudnám megcsinálni ugyanazt, amit talán vagy régen. Jobban. De ne, abban nem vagyok biztos, de más a látásmód, más az elvárás, és hát én is majd legenda vagyok, mint a Tomi, meg a többiek. Hát igen, valóban és így van. Te már letetted az asztalra legenda, negatíva hát, írtat, amit... Ez túl pozitív, mert Tomi az valóban, de... Ott vagy. Köszönöm. És köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm, és remélem, hogy jó munkákat az elkövetkező időben is, sok jó fotót nekünk. Jó. Köszönöm szépen, Gyuri. Én is köszönöm. Önöknek, kedves nézők, pedig köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra.